Na, sziasztok! Ilyen videót még nem csináltam, csak most közben a Trump meg elkezdett a háttérbe beszélni, úgyhogy megyek és kikapcsolom. Trump, kussolj el! Te is hazudsz, mint az összes többi! Na jó van, elküldtem a picsába. Na szóval, kezdjük újra, vágó csapó indul. Szóval ez egy olyan videó lesz, amilyet még nem csináltam. És lehet, hogy innentől fogva elkezdünk csinálni ilyen videókat. Alias, mint láthatjátok, itt van egy krumpli meg egy darab fokhagyma, úgyhogy szerintem ki fogjátok találni, hogy nem dobálózni fogunk vele, hanem ételt készítünk, mégpedig lepcsánkát, alias tócsni, reszelt krumpli lángos. A kellékek, amik kellenek hozzá, azok mind itt vannak előttünk, nagyon bonyolult, kell hozzá fokhagyma, krumpli. Ezt már elkezdtem megpucolni, miközben rájöttem, hogy ebből lehetne egy videót is csinálni. Hoppá! Ezt most kicsit kidobtam, lemossuk úgy. Amúgy se át lemosni a potétot. Szóval meghámozzuk először a krumplit. Úgy nézzetek rám, hogy én profi szakács vagyok. Persze. Mindenhez is értek. A múltkor ilyen procedúránál nagyon szépen belehámoztam az ujjamba is. Nem esett jól, de hát túléljük. Hoppá, ez kicsit rohad. Mindig kivágjuk azt a rossz részt. Most aki szakács, az biztos, hogy fogja a fejét, hogy uramisten, ez hogy csinálja a krumpli pucolást, és igen, katona se voltam, tehát nem tanultam meg a katonaságba krumplit pucolni. De gyerekek, a végeredmény a lényeg. A héja meg egészséges, meg egy nagyon szép madár, úgyhogy hiába van a vitamin, ahogy mondani szokták. Jó lesz ez így nekünk. Ezt most ide félre helyezzük, többet úgy se kell használjunk, de mondjuk előtte leengedjük a konyha malacba a cuccot. Megnyomjuk ezt a magic gombot itt a falon, és ettől a macskák agyvérzést kapnak, és szanaszét rohannak a lakásba. Szóval, még egyszer átöblítjük a krumplit, nem tudom miért, de most így jónak láttam. És megfogjuk, most helycserés támadás, ide rakjuk ezt a nagy köcsögöt. Shit, megint belevágtam az ujjamba, bazzeg. Picsába. Amikor már kezd elfogyni a krumpli, akkor meg szoktam így fordítani. És amikor meg ekkora a krumpli, akkor megeszem. A másik krumplit is lereszeljük. Átfordítjuk. Hopp. Hopp. Ugrik. Ez ilyen ugrálós krumpli. Most már megint közeledünk a végéhez, és hogy elkerüljük a baleseteket, ezért megesszük. Szuper. Cicák, nyugodjatok már le! Most megijesztettetek. Jó? Jó, kirázzuk. Leütögetjük. Most csak el szoktam öblíteni, hogy tudjátok, ne száradjon bele. Most visszacsere, és a fokhagymának lefejtjük szintén a héját, ami egy nagyon szép madár. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy csak így rányomok, és akkor eltöröm a tányért, beláll a szilánk a kezembe. Hát ez most nem úgy jött össze, hogy akartam. Na mindegy, leszedjük róla a háncsot. Meghancsoljuk. Még egyszer mondom, közöm nincs a szakácskodáshoz, közöm nincs a főzéshez. Én ezt úgy hívom, hogy én ilyen survival, azaz túlélő szakács vagyok. Amikor nagyon éhezek, akkor nekiállok valamit csinálni. Betöltjük ebbe a mozsárágyúba a fokhagymát. Így. És bele. Hopp.
Fejcsere. Így, je. Ilyen, így szoktam. Még van egy darab. Oké. Okay. Jó. Ezt most beáztatjuk a vízbe szintén. Majd egy pár nap múlva elmossuk, de hogy csak viccelek. Szóval, le van reszelve a krumplink, bele van nyomva a fokhagyma, és akkor most jön az ízesítés. Hú, azt hittem, hogy ez krumpli, ez fokhagyma volt, amit megettem. Na mindegy, imádjuk, szeretjük. Szóval kell nekünk só hozzá, meg bors, és mostanában szoktam rakni bele egy kis chili powdert is, mi baj lehet. Ez a tányérre csak azért volt itt, ugye, hogy erre pakoljam a résztvevőket, összetevőket, de majd erre szépen rá fogunk rakni egy pár papírtörlőkendőt, mondjuk így, hogyha majd az olajból kivesszük a lepcsánkánkat, akkor felszívja az olajat, hogy ide ezt kéznél hagyom, akkor úgyhogy elrakom innen. És akkor jön az ízesítés, mint mondtam, hát ebben nem vagyok profi, csak úgy találomra megsózom, és annyit kell tudni, hogy ez nem asztali só, hanem az igazi nátriumklorid Magyarországról lett átcsempészve a határon keresztül, csörög a telefonon. Na, egy telefonhívást el kellett volna intézek, csak a csoda jó AT&T-s szolgáltató havi $80 körüli összegért arra nem képes, hogy a lakáson belül telefonhívást tudjak indítani. Na mindegy, ezért lerágott csont már erről. Nem is fesérnél több szót. Csak hogy az idegrendszeremet karban tartsam, kibontok egy ilyen... Ez egy limitált szériás Firestone cég gyártja, nem az autógumi gyártó, de ki tudja. Ez grapefruit és citrus ízű IPA, azaz keserű sör. Hallgassuk a hangját és értékeljük egy 1-től 10-ig terjedő skálán. Egy kicsit ment a tócsniba is, de egészségetekre, gyerekek. Az összes szakács ismerősöm, akit ismerek, azok isznak. Úgyhogy tanulva tőlük. Iszok én is. Ne csak ígyunk, együnk is. Vagy ne csak együnk, ígyunk is. Yes. Ez tényleg citromos, ide rakom a citrom mellé. Hogy olyan helyre, onnan biztos le fog esni, és szentségelni fogok. Na szóval a sónál tartottunk. Még rakunk bele egy kicsi sót. Most jön a kedvencem, a bors. De az az igazság, hogy ezt ugye utólag is, mielőtt az ember eszi tejföllel, akkor is meg kell borsozni, úgy az igazi. Rakunk egy kis chilit bele. Szuper. És az én tócsnim, az alias lepcsánkám annyiban különbözik a többitől, hogy macska, menj innen. Szóval, bocsánat, csak itt állatkert van. Szóval az én lepcsánkám abból különbözik, hogy én rakok tojást is bele. Cica, nincs pénz kajára, most nem esznek. Apa elköltötte. Szóval, van egy ilyen piros pecsétes tojásom. Látjátok, milyen profin törtem fel a tojást? Pff, gyerek. Ez azt jelenti, hogy már jó régóta szingli vagyok, és a tojás rántotta az a szakterületem. Na, menjetek innen, macskák! Túl sokan vagytok, túl kis helyen. Előjön a PTSD-m és nem tudom, és sírni fogok. Na, húzás innen, mert ha meg rád lépek, akkor meg te fogsz sírni. Most vagy segítsél nekem macska főzni, vagy menj innen. Na. Oké. Okay. Most előveszünk egy fakanalat. Wooden spoon, fakanál. Senki ne gondoljon semmi rosszra. Most már látom, hogy Milán az már kuncog. Kunce Milán. Na szóval, azt mondom nektek, gyerekek, hogy balra passzoljátok a... Mármint balra keverjétek a... Tudjátok micsodát? Mert a jobbik irány az csak a gáz.
Én össze-vissza fogom kevergetni. Így. Úgy szerintem ez úgy nagy. Jó, és közben be kell gyújtsam a begyújtani valót. 4-es fokozatra rakjuk az elektromos tűzhely. Cicák nagyon éhesek. Itt nagyon szeretnek engem, nyalogatja a lábamat. Ilyenkor az történik, hogy a macska lenyalogatja a lábamat, lefertőtleníti, és aztán belém harap egy akkorát, amire én ugrani szoktam. Cicuska, húzz innen! Bocsánat gyerekek, de nem egyedül élek macskámban. Babettával járok. És én ne legyek kemény. Hát, hogy szemre raktunk két ilyen púpos kanálnyi lisztet. Ez a kaliforniai lepcsánka. Igazi kézműves, homemade. Úgy fogom a fakanalat, mintha írnék vele, és toll lenne. De szerintem ez jó lesz. Hát, aki profi a lepcsánka készítésben, az elmondhatná nekem, hogy igazából meddig kéne ebbe rakni a lisztet. De én most úgy vélem ezt megítélni, hogy rakok bele még egy púpos kanál lisztet. Azaz, most kezd el jó összeállni. Azaz, ez kellett még hozzá, ez a kis picike kis liszt. Hú, de jó fokhagymás illata van. Alig várom, hogy megegyem jó sok tejföllel. De hát, hogy igazából miért csinálok most lepcsánkát, azt is tudnotok kell, mert tegnap vettem egy gyirosztálat, ami egy hatalmas nagy adag, mondjuk jó drága is volt, mert két darab baklavával együtt került $25, viszont nekem az a kaja az 3 adag étkezésre elég, nem vagyok úgy nagy étkű, viszont kiettem belőle a hasább burgonyát, meg a rist, meg a pitát, meg a salátát, mert kapsz hozzá egy ekkora nagy adag salátát, annak még megmaradt a negyede szerintem, vagy a fele, és nagyon jól laktam, belaktam vele, úgyhogy most maradt még egy ilyen jó nagy adag gyrosz húsom. Úgyhogy most a maradék salátából még vágok hozzá paradicsomot, csinálok hozzá ilyen ropogtatnivalót, meg megmelegítem a húst, tehát újra hasznosítjuk a tegnapi gyrosz ebédet. Na, szerintem ez így már jól össze is van keverve. Szuper. Lehúzzuk egy oldalra. Na most a kamerát meg átszerelem a másik helyre, de igazából ott olyan sok mindent látni nem fog kelleni. Szóval itt vagyunk. Hát hozzáreszeltem még 3 darab krumplit, mert az egyik barátom átjön, meglátogat. És megkérdeztem, hogy szeretne-e enni tócsnit, és mondta, hogy hát hogy a viharban-e, úgyhogy kicsit meg kellett növeljem a dózist. Na már most, nagy segítségünkre lesz ilyenkor egy ilyen forgató lapát. És ilyenkor úgy szoktam, hogy én csak kiveszek egy ilyen púpos fakanálnyit, ennyit, belehelyezem a cumóba, és így ellapogatom egy kicsit. Aztán rakjuk utána a következő, hát ez mondjuk lehet, hogy nagyobb kanalat kéne használjak, de jó lesz ez így. Kicsit ellapogatjuk, arrébb toljuk. Tehát egy körön ki tudunk sütni 3 darab lepcsánkát, amire Ákos barát megérkezik addigra. Pont ki fog hűlni, ehető, hát nem fog kihűlni, hanem ehető lesz a hőmérséklete. Csak közben figyelnem kell ki az ablakon, hogy mikor kell lerohanjak őt beengedni, úgyhogy addig igyunk egészségetekre. Sőt, tudjátok, hogy ez micsoda? Ez egy feles pohár. Nagyon sok üvegcsörömpölés van, úgyhogy most a mai napnak a győztese az egy Blue Agave-ből készült Tequila Gold lesz.
amit nem akarok becsicsenteni. Gyerekek, egészségetekre. Ez a pohár, ez egyenesen Puerto Rico-ból van. Na, cheers! Sose voltam oda a Tequila Goldért, de ahogy az ember öregszik, idősödik, múlik az idő, nem tudom. Most teljesen jól esik. Mondjuk lehet, hogy ez már el kell érni egy olyan szintre, amikor már mindegy, csak romboljon. Mi van, gyerek? Cica rám szólt. Na gyerekek, szóval igazából ilyen egyszerű lepcsánkát készíteni. Most szépen aranybarnára, ropogósra sütjük. Ez az oldala már nagyjából kész van. Másik oldalnak le kell, hogy piruljon. Úgyhogy mindenkinek kívánok jó étvágyat hozzá. Most itt a tegnapi maradékomat nyomnyogom éppen. Ó. Szóval ennyi hús maradt. Ez bárány. A tegnapi gyrosztálamból, aminek... Na mindegy, ennyi maradt belőle. Ez pont jó lesz a lepcsánka mellé elrágcsálni, szeretjük a bárányhúst, finom. Aki vegán, az ezt ne nézze. Na, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok a főzőműsorba. Valószínű, hogy lesz még hasonló, mert hát ugye, mint mondtam, én egy survival szakács vagyok. Amikor megéhezek, akkor nekiállok valamit kotyvasztani. Sziasztok! Stop recording! Na gyerekek, így néz ki a final product. Hát ez egy kicsit felemásan van megégetve. Az alatta lévők azok szimmetrikusan barnák, én szeretem a ropogós ilyen cuccokat. Most még sül, ahogy láthatjátok, az utolsó nagy darab plecsni. Aztán meg szép jó megesztjük. Kérlek, nyomjátok meg ezt a gombot. Iratkozzatok föl, hogyha még nem tettétek volna. Ha nem tetszik a videó, akkor nyomjátok meg ezt a gombot. Aztán üljetek rá és forogjatok. Sziasztok!